szervezeti egységek különböző... Infúziós állványok, pumpa, mérleg és vérnyomásmérő. A többi közt ilyen új eszközökkel gazdagodott a kórház infektológiai osztálya. A berendezések összértéke eléri az 1 millió forintot. Schneider Ferenc főorvos köszönetét fejezte ki az adományozó tanácsadó cég képviselőinek. Ezek olyan tárgyak és eszközök, amelyek hát folyamatosan elhasználódnak. Lehet, hogy még néhányat lehetne használni, de rozsdásodnak, nem lehet tisztítani őket, és ezért a folyamatos cseréjük az szinte elengedhetetlen, nem beszélve arról, hogy amelyik elektromos készülék, az pedig önmagában is egy idő után javíthatatlanná válik. A rossz állapotú, de még használható berendezések így kórteremről kórteremre vándoroltak eddig. A problémán nagymértékben segít a tanácsadó cég adománycsomagja, hiszen most már minden helyiségbe jut egy eszköz. Az érintett cég két évvel ezelőtt a kórház gyermek és csecsemő osztályát támogatta, de erejükhöz mérten próbálják segíteni a környezeti katasztrófák vagy háborúk sújtotta területek lakóit is. A cégünknél létezik egy pályázati program, ami a társadalmi felelősségvállalásunkat hivatott kiteljesíteni, és amikor megjelent a pályázati kiírás 2017-ben, akkor azonnal pályáztunk a Szombathelyi, illetve a Nagykanizsai irodánkkal, és mivel lokálpatrióták vagyunk, ezért egyből azt gondoltuk, hogy az egészségügy, a gyerekek és a Szombathelyi Kórház felé fogunk fordulni. A felajánlásnak köszönhetően az infektológiai osztályon kezelt jelenlegi 15 beteg napi ellátása gördülékenyebbé és hatékonyabbá válik a Markusovszki Kórházban.